Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint. Illetve ez a felvétel 3 napra szól, hiszen az energia hasonló. Június 28-ára, 29-ére és 30-ára. A hold közeledik a naphoz. 29-én új hold van, mégpedig az ikrek jegyében az indiai számítás szerint. Az ikrek jegye adja ugyan a levegő elemét, a könnyűséget, végre fellélegezhetünk, van mozgás, kapcsolatok, de egy új hold mindig azt jelenti, hogy legyünk visszahúzódóak, gondolkodjunk el a dolgok felett, vagy meditáljunk valami felett. Tehát most indítani, kapcsolatokat keresni nem a megfelelő időpont. Inkább gondolkodjunk el a kapcsolataink felett, és hogy milyen irányba irányítsuk a dolgokat, miután elmúlt ez az új hold. Azon kívül fontos az is, hogy elgondolkodjunk azon, mit tudnánk birtokba venni, mi értékes, vagy ki értékes számunkra, hogy tudnánk rendezni az anyagi dolgokat, elgondolkozni bizonyos szerződések felett, hogy az előnyöse igen vagy sem. Ahol csalódás érhet bennünket, az egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit mi átéltünk eddig, ami igazságtalan volt számunkra. De a napokban nem tudunk ezen javítani. Tehát hagyjuk, hogy az események úgy maguktól alakuljanak. Valaki vagy valami visszatér a múltból. Ez kihat a sors utunkra. Ez lehet egy sorsdöntő változás, vagy egy kapcsolat. Mi hölgyek a napokban inkább visszahúzódóak vagyunk, vagy így kellene viselkednünk. Mert kell a biztonság érzete, a nyugalom, a visszahúzódás. A férfiak azok aktívak lesznek, mert azok szeretnének közeledni hozzánk, vagy sokaknál lesz egy új kezdet, meg lesz náluk a bátorság, meg lesz a mozgás, meg lesznek a szenvedélyek. Tehát mi hölgyek passzívak vagyunk, a férfiak pedig aktívak lesznek. A napokban Merkur bolygó és Vénusz bolygó egy vosi jogában áll a nappal. Merkur és Vénusz adja az impulzust, és a nap láthatóvá tesz valamit. De nem ezen az új hold napon, 29-én, hanem amikor ez az új hold már elmúlt. Itt rólunk hölgyekről van szó, a férfiak észrevesznek bennünket, megkapjuk az elismerést, vagy kihat a szerelmi élet területére, ez a jóga láthatóvá tesz valamit. Az új hold után lesz ez a változás. Lehet, hogy nem egy nappal később, hanem július 1-től hat ez az energia. A hold a Mruga holdházban található. Ez a holdház Orion csillagkép hatása alatt áll. Orion, azaz égi vadász, vadászik valami vagy valaki után, de jelent egy irányt is, ami jelenleg fontos számunkra, tehát legyenek konkrét célok. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!